Figyelj, még vissza van. Egy gigánál tartok a... 8-ból megvan 3. Én még veled leszek egy darabig. Ó, már is lovagolsz. Tényleg megmondta végül, hogy miket kell nézegetned a térképen, vagy azokat bejelölted? Nem tudom, most Vagy megyek nem? arra fele. Próbálom kideríteni, hogy mi van itt. Itt kellene valami kötélszekvencia. Mára fele. Amúgy csak beszéltetni akarlak. Növényzete nem lehet felmászni, most lehet, hogy ez egy hülye ötlet tőlem. Jó vagy, jó lesz. Van... Vagy, oké. Írok Gábornak. Én... Nem Gyors, még vagyok. megkajáltam, igen. Nem, amúgy minden jó. Játékot leélvezem, mert hallok. Jó, akkor kíváncsi vagyok, hogy nem fog neked akadni az AC Revelations. Azért Én mondom, is. hogy ha Rainbow Six Siege ment neked, akkor ez... A fiam, ha abból indulunk ki, hogy régen egy Core 2-es, nem tudom, helyre most gépen volt, és az elbírta még az AC3-at is, ennek is. Szerintem, hogy bírnia kéne. Na, jöttünk többet magunkkal, úgyhogy hogy figyelned kell az üzeneteket. Figyelem, majd hát... Majd amikor átszézek, akkor nem figyelem arra a kis időre. Most nem tudom hát vinni a képet a PlayStation-re, nem úgy kötöttem össze. Lóval fel tudok itt... Meg tudja mászni a lépcsőt. Jó van. Ja. Tényleg, de ha már lépcsőzteted, ugrani is tud? Vagy befékez, hogyha valami magas helyről le akarsz vele vágtatni? Igen, befékez. Az a helyzet, hogy... Hogy befékez? Gondolom, nem tudunk. Igen. Én is így vagyok vele. Közben alól önállósítja a gát, megnézi már a zöldebb a fű. Fertőzöttek, hallod? Hallom, hogy üvöltöznek. Hol van a ló? Nem tudom, keresi a zöldebb füvet? Nem. Dyna nélkül amúgy el se indul a ló. Nagyon érdekes. Tényleg. A tényleg hiába megyek oda, anélkül semmi. Azért itt tudsz lootolni. Szia! Ó, írt is. Aha, Cardmaster. Szia, Gábor. Szóltam neki. Ez jó. Azt mondja, hogy Diana a benzin. Ja. Akkor olvasunk megint. Hey, Davis. Nézd át a régi FRK rejtek helyett készletekért. Talán nem sokat ér, de minden apróság számít. Fogj, amit tudsz, találkozunk Szerevenánál. Ne aggódj a benzin miatt, azt mi elintézzük. Mike, ennyit a benzinről. Ha nem van Diana benzinünk. Jó. Közben Némusz 92 is üdvözöl mindenkit. Kicsoda?
Nemus 92, vagy Nyemus. Nemus? Aha, Nemus. Hú, na, üdv. Őt is ismered? Nem tudom. Ja. De, lehet, hogy, jaj, lehet, Imre. Lehet. Hogy mindjárt bemutatkozik. Nemus, bocsánat. Akkor Nemus. Nem. Nem. Akkor egy új emberke. Bocsánat, csak annyi haverom van, és annyi felhasználó nevük van, hogy külön ilyen Excel táblát vezetek már lassan hozzá. Hú, bazd meg! Jászt. Anyám! Mit látta? Megijedtem. Csodálom. Úristen. Hát figyelj, te ijedsz meg, őt zavartad meg. Amúgy, Carmaster kérdezi, meddig fog streamelni? Hát, szerintem ilyen 22-30-ig. Miért kérded? De ezért vicces volt ez a reakció tőlem. Azért mondom, hogy nem szeretek horror játékokkal játszani. Azért mondom, hogy vicces engem nézni, mert ilyeneknél úgy csikítok meg így ez a... Az meg az első reakcióm, hogy... Én választottam ezt a sorsot magamnak, igen? Mondja, azt mondja, hogy ettől ő is megijedt. Oké. Okay. Jaj, a vulgaritást nem fogom visszafogni, de úgy gondolom, hogy addig még nem minden második szavam egy csúnya szó, addig teljesen jó. Big Blue. Na, most felolvasó lecke következik. Nem tudom kikapcsolni közben a zseblámpát, jó van. Valódi név ismeretlen, jó. Big Blue egy extradimenzionális entitás, aki egy kékbálna alakját vette fel. Több mint egy milliárd évvel ezelőtt érkezett a Földre, hogy megfigyelje a helyi létformákat, és végtelen tudását arra használja fel, hogy segítse az emberi fajt a legnehezebb időszakban. Felfoghatatlan korának egyetlen hátránya van. Számára a napok csak másodpercek töredékének tűnnek. Ezt az idő tágulási hatást azzal tudja ellensúlyozni, hogy visszatartja a lélegzetét, akár egyszerre több évig is. Hős. De ez is csak arra a válasz, hogy... mi volt? Feldéke vagyok. Ja, hogy reméli, hogy holnap is lesz, hogy azért kérdezte csak. Ja, igen. Tervezek. Nem volt itt? Nemus meg azt mondja, hogy... Roland. És ismeritek állítólag egymást. Roland? Ja, de igen. Oké, beugrott. Igen. Vagy az a Roland, akit én is igen. ismerek, vagy az nem az a Roland? De, úgy néz ki. Az a Roland? Úgy néz ki. Mindjárt küld ilyen rögös smile-t, vagy valami. Azért mondom, hogy na írt, úgyhogy olvasd el. Mert lehet csak fél... Ja, ez Cardmaster, bocs. Mert lehet csak fél órát tudok csak lenni, mert múlt éjjel 10 órán keresztül Dark Souls-t játszottunk. Ja, társas játékoztunk, bocs. Én már tényleg azt hittem, hogy Dark Souls az ott 10 órán keresztül, akkor néztem volna, mint Maria moziba, hogy mit akar. Not budging. Hope the gas is still in there. Let's look for another way in. Keressünk egy másik bejáratot. Ja, egyetértek. Pont arra jött be mindenki, hogy jól elsikoltottam magam egy WC-n lévő zombitól. Hát már rányítottál, figyelj! Ha ő valaki a WC-n és te rányít, akkor biztos sikít, azt már az is rád sikít. Köszi, ha-ha-ha, kurva vicces. Miért nem? Aj.
Na, komment megint. Dark Souls a kedvenc játékaim. Ki melyikük írta? A Gábor? Cardmaster. Igen, Gábor. De Igen, tudom, az Gábor. arról kezdtünk el pofázni, hogy én megmondtam, hogy milyen béna vagyok benne. Meg még folytatja tovább, hogy még a Bloodborne is. Roland meg azt mondja, hogy ha jól emlékszem, diabloztunk együtt, viszont a kolléginak nem biztos, hogy én ismerem, és igen, én már biztos, hogy nem ismersz. Aha, igen. Roland. Jaj, ne. Ez a kis geci. Nincs ilyen, nincs nálam semmi. Na, ready to play. Eltűnhetek egy picit? Tűnjél el picit. Tűnjél. Elengedsz. Megengedett? Megengedem. Thank you. Revelations tesztelt, csak úgy szólok. De hallani foglak. Meg kéne ölnöm ezt a kis bizbaszt. De mert annyira félek ezektől a dögöktől. Ott vannak az iskolapadok, használd ki. Ja, csak beljebb megy, kis geci. Ajajajajaj! Többen vannak. Hát Dajna átugrik és nem hallja meg! Há? Hát mert ő az... ultimate. Ilyenkor kéne valami tárgy itt, amit... mindegy. Hozzávághatsz? Igen. Lekötelezne a játék érte. Ott is van. Mindenhol van. Igen, mit írnak? Mindjárt szerintem át fog tűnni, úgyhogy amíg annyit tippelek, hogy jól nézd meg itt az Open World-nél a házakat, mert majdnem mindegyikben be tudsz menni. Kármász, Walter, Gábor, ide. Igen, Gábor, oké. Hogy szedjek le ennyit? Szóval elég könnyedén kiszúrnak ezek a mocskok. Értitek a problémát? Nem tudom, nem tudod kihasználni a padokat? De amúgy már nem látom, mit csinálsz, mert elindult. Már csak hallak. Én legszívesebben golyót repisztenék a fejükbe, csak az a helyzet, hogy... Várj, van Molotov koktélod. Mi van, ha eldobsz egy üveget, egy helyre csalod őket és rá... Elhasználtad? Mhm. Uh-huh. Ja, tényleg elhasználtad. Igen, mi a taxod? Akkor nincs taxom. Az lett volna, hogy csinálsz egy zajt, oda sereglenek és rádobod a Molotovot. Az a helyzet, hogy én megpróbálnak másik oldalról bemenni, csak nem tudok másik oldalról bemenni. Na, csak 17%-ot játszottál belőle, ennyi. Ha már én lepirételtem. Milyen asszés vagy te? Látom a mentett állásodat, hogy 17%. Igen, mindjárt nézem a kommenteket. Ja. Yeah. Tudom, hogy rohadt unalmas, csak... Keressek egy... Mondjuk én is azt most úgy indítottam el, hogy nem kellett volna rá a magyar felirat. De nem már! Assza meg! Na mindegy. Ide jön. Persze, mindenki ide jön. Mindenki ide jön. A buli meg akarja? Ez logikus. De is hova mész, ha éhes vagy a szomszéd, az a fűben lehet nézni. Kurva élet? Oké. Okay. Ne, elrontottam, bocsánat. Nem, félek nagyon ezektől a cuccoktól, bocsánat. Nagyon félek tőlük. Tudom, hogy gáz. Tudom, hogy nem normális. De, ja. Az a helyzet, hogy nagyon osontam, és nem tudom, hogy mit csináljak, hogy... Tökre lenyomva tartom ezt a szart. És úgy is kiszúr engem, szóval nem tudom, hogy milyen lassan menjek egyáltalán, hogy ne vegyen észre.
Amúgy közben Carmaster még azt írta, hogy ugye mondta, hogy nézzék körül a házabban, mert van miért itt a környéken, és akkor, hogy még arra még a kiegészítés, hogy Ellie feltünteti a térképen, hogy valami van ott. Igen, csak hogy ölök meg ennyit, azt nem tudom. Érted, mi a Még azt problémám? írták, hogy kraftolj meg, hogy jó a Monotov, de kiderült, hogy az nincs úgy, hogy az annyira nem jó. De szerintem tudok kraftolni, ja. Csak össze kéne terelni őket. És én meg közben rán... Érted, mi a megszakítottam az problémám? egészet, mert kíváncsi vagyok, mit csinál a magyarításra. Mert Érted? tesztelünk, akkor nézzük az egészet. Igen. Ez jó, hogy nincs regisztrált játék a gépeden. Ennyi. Nincs ilyen acsikat. Ne, menjél! Úristen, menjél! Menjél! Gyert! Öld már meg, dáj, ne! Meghaltak, jó van. Ez az én hülye megoldásom, értem. Bocsánat, tényleg félek attól az izértől. A PS3-as verzióban az első résznél sokkal egyszerűbb volt megölni. És most egyszerűen nem... ugye lenyomtad az L3-at, és akkor úgy nem szúrt ki. Most meg nem tudom, hogy... Lenyomom tökig, és úgy is meghal, és nem tudom, hogy hogyan tudom kibekkelni, hogy ne halljon meg engem egyáltalán. Nincs az az Isten, hogy annyira alacsonyan nyomjam a analóg kart. Vagy nem tudom ennél beljebb nyomni. Értitek, hogy mi a problémám, szóval az érdekes volt. Úgyhogy nekem még nem tiszta a játék ezen aspektusa, mert régebben jobban értettem, hogy hogy működik. Mert ha lenyomtad az L3-at és gyorsan lopakodtál, akkor is könnyedén el tudtad kapni őket, szóval itt meg nem. Amúgy jó lenne, ha néznéd a kommenteket. Nézem. Ugye erre a problémára mit tudtok ajánlani, mert tudom, hogy balfék vagyok benne, de hát nem direkt. Amúgy Gábor mondja, hogy a klikkerek közelében, ha lassabban tolod előre az analogokat, akkor lassabban mozogsz feléjük, és nem hallanak meg. Te ezt olvastad is. Csak még tanulmányozott, hogy mennyire kell lassan nyomnod. Igen, nem érzem a határt. Gyakorlat. Mert ugye, mondom, a PS3-as verziónál teljesen másképp működött. Még ugye elvileg így lassú, ugye az L1-ben, de nem érzem annyira lassúnak. Hey, little help. Come in. De akkor ez milyen, ha? Egy pont hármas, és azt mondja, hogy nem tudja magyarítani. Micsoda? Semmi. Ja, visszafele már nem lehet menni, jó van. Csak a magyarítás nem engedi rá valamiért, pedig 1.3-as. Nem tudom, mit írnak amúgy itt az emberek. Mindjárt. Jó lenne, ha néznéd. Figyelni fogom, és köszönöm, csak szoktam. Jó, berakom. Pillanat. Nem csak Réka szokta felolvasni. Esküszöm, mindjárt elmegyek. Faszom, nem várok annyit. Nem vársz annyit, mert nem várod meg, amíg nyomok egy tabot? Akkor nem lassú, csak kicsit lassul az idő, a mozgásod sajnos nem. Ja, aha, akkor jól gondoltam, mert vettek már úgy észre. Nem, sorry srácok, hát nem ennek a... Na, szeretem ezt a fajta játékmódot. Pisztoly kiválasztása, hosszan hátizsák nyitása. Ja, várjál.
Ja, hogy több pisztolyt tudok kiválasztani. Aha. Ez nem rossz, nem is rossz. Közben intézted őket? Nem. Na, még tölti be nekem a rohadt izét. Twitch-et. Úgyhogy elvileg most látom, gyakorlatban nem tudom. Jogi, itt közben így tabbal majd így ugrálgatok. De nem tudom most mit írtak, úgyhogy ez jó lenne. Semmit. De semmi nem. Újat nem látok. De hogy nem kiírta nekem a PS, ne csináld már. Én tényleg semmi újat nem látok. Használj kábítóbombát! Húha! Milyen plusz ez arzenálok vannak amúgy így a játékban? Na akkor tesztelésképpen. Nem tudom, mit tesztelésképpen. Aha, danke! Igen. Most mit akarsz? Mit csináljak? Miért csúszla azon. Ez mi? Miért szaródott el a lámpa? Rezzegtetned kell? Hát nem, így pöckölnöm kell. Yeah. Ez nekem nem tetszik. Mindjárt elmugrik megint valami zombi, aztán megint elbazd meg. Akkor miért nem hallgatózott? Később majd kapsz holstert, megtalálsz. Megtalálsz, és akkor nem kell mindig táskában váltani fegyvert. Aha! Szóval lesz ilyen övre akasztható pisztolyt tartom. Ha jól értelmezem? Lesz. Hát én még PS3-on játszottam ki. Yeah, igaz. Lesz long weapon, meg pisztoly is. Emlékezt, hogy gyönsítottak. 86-07-22. This might come in handy. Macsetet kapunk! Ó, de jó. Na, elolvasom. És az eltörik, vagy az végtelen fegyver? Nem, azt szerintem végtelen. Végtelen. They were losing to the WLF and trying to escape. Befejezem még. You don't need a lot if you're that vicious. Jó lenne, ha elolvashatnám a levelet, és akkor kezdeni neked is kurálni, mint a karakterek. Eltörik? Azt hiszem, hogy csak gondolsz. Eltörik? Ó, nem áll. Csak hivatalos használatra a Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség memorandum a Fedra központi parancsnokságának a Seattle-i KZ kompromitálódott. Boldog lesz százados. Címzett. Minden erőfészítésünk dacára a Seattle-i karanténzóna elfogásnyi a washingtoni felszabadító regionális katonaság terrorista csapata előtt. Alábecsültük a képességeket és kulcsfontosságú pozíciókat veszítettünk a város körül. Életbe léptettük a vészhelyzeti tervet és felkészülünk a kiemelt személy távozásáig. Legyen tehát dokumentálva, hogy minden tőlem telhetőt megtettem a városért és a polgáraiért. Mostantól felszabadultak alólunk, és az RFK kezében vannak. Lássuk, hogyan élelmeznek és látnak el több ezres közösséget. Lássuk, hogyan boldogulnak a belső konfliktusaikkal. Lássuk, hogyan boldogulnak azokkal a vallási fanatikusokkal. Idővel jön majd valaki más, aki őket fogja felelősnek tartani minden vélt sérelmükért. Szinte azt kívánom, hogy itt lehessek és lássam. Carmelo Torres hadnagy. Ez úgy mindent elmondott. És kell lennie itt egy szévnek, amihez 86-07-22 a kód. Hajrá! De krafttal tudod erősebbé tenni a vélvepödödet, és melyik kb. Együttés engyemini, de sajnos az is eltörik. Mert most két ütés, egy enemy az alapmil, értem.
86-07. Na mi lehet abban a cuccban? Ismert FRK... Remeg a bal keze. Francba akkor a játék is fog. Ismert FRK agitátorok, az alábbi személyek kiemelt fontosságú célpontok minden terrorelhárító művelet során. Fejed a kártyán. Nem működik? Nem, ugyanúgy rászkódik. És ugyanúgy nem tud előre menni. De ezt vedd már föl, hogy lássam, hogy ez milyen hiba, mert szerintem ez abnormális. Két patrozon, Dixon lelépett a helyükre, mostantól ő az elsődleges célpontunk. Ó, még célpont is volt. Elnézést, ezt most nem olvastam föl különösebben, mert meg kell keresnem a széfet. Seattle térképét amúgy upgrade-eltük elviekben. Ja, ne tűnik. Eugen Duisburger medálja. Joel órája. Ja. Mit írtunk a naplóba? Nehezen megy az alvás, még mindig látom a fejét. Dinah lebetegedett. Azt hiszem megfázott. Nyugodtabb vagyok, ha mellettem alszik. Szeretnék tenni valami kedveset. Jakima, találtunk egy másik tábort az autópálya mentén. Nem biztos, hogy Tomi volt az, de nem találkoztunk emberekkel már ki, vagy 2 hete. Szóval, drukkolunk. Ó, írt még ide. Idaho Falls. Dinah 3 nyulat fogott ma este. A nővérétől tanult csapdát építeni. Kurva hatékonyak. Még nem tért vissza az étvágyam, próbálom legyűrni a kaját. Twin Falls. Találtunk egy tábort az út mentén. A Tomié volt, valószínűleg 1-2 nappal előttünk jár. Közeledünk Boyce-hoz. Dinah meg akarja kerülni. Én nem akarom 2 nappal meghosszabbítani az utat. Ezek a vadászok megpróbáltak meglepni minket, kurvára nem volt esélyük. Utánpótlást kerestünk, és közben Dinah-t néztem. Nagyon hálás vagyok neki, amiért velem jött. Nagyon szeretem. Baker City. Ma láttunk egy vadlócsordát. Gyanakvóak voltak, aztán Dinah megkínálta őket néhány gyümölcsel, amit találtunk. Végül egy darabig követtek minket. Bárcsak lenne fényképezőgépem. Még sose láttam ilyen derűsen mosolyogni. Fél napig nem is gondoltam az FRK-ra vagy Joelre. Most már bűntudatom van miatta. Milyen szép kis esti mesét tartok itt a nézőknek. Azt nézem, hogy mi van itt a falon. Certifikét, certifikét. És nem tudok velük mit csinálni. És ezt a széfet kéne megtalálni, ami nem tudom, hogy hol van. Amúgy itt van egy tök jó érdekesség, megvan. Hogy a... Gábor azt írja, hogy a kérdőjeles helyeket, ha kilútod, akkor utána áthúzza, hogy ott már készen vagy, mindent felfedeztél. Az nem semmi. 86 Facebookra 0... küldjek neked egy szép rászkódós videót majd. Igen. 86-07-22. És kinyílik a szép. Amúgy visszatértem, most már figyelni fogom végig. Amúgy ezek tök jó tippek, amúgy én tök jó, hogy ezeket így elmondjátok nekem, én nem érzem úgy, hogy ez spoiler lenne. Tip. Mi? Én csak megnyomtam, hogy tip, de gondoltam, hogy le kell menni a liftaknába. Van még itt valami, ami? Nem. Azt hiszem mindent el... A videók. Tudtad, hogy a széfet ki lehet máshogy is nyitni? Nem.
Ja, én tudom. Hogy lehet? Hagyom érvényesülni. Mi a macsétát be kellett volna dugnom a szép Nem, nem, seggébe? nem, 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 semmi köze nincs hozzá. Akkor nem értem. Nem, hagyjam érvényesülni. De ezt én is olvastam. Mit? Hogy van egy másik módja is a szép kinyitásnak. De mi? Mondjátok már el, hát itt hagytok izébe. Szegény Gábor olyan jótékonyan segített végig, most akkor vegyem át tőle a posztot. Komolyan mondom, ne hagyjatok már itt izébe. Én nem hagylak ki, hagyom a... hagyom érvényesülni. A végén kiderül, hogy kettőt tudunk. Nem tetszik ez nekem, hogy liftbe kell menni. Mindjárt jön egy zombi a pufámba. Tudtam én. Tényleg? Nem, nincs itt zombi. De hogy nem, és jön a jön a geci is. Én elintéztek. Persze, ahhoz hogy engem üldöz. Jó, jó. Ne menj. Basz meg. Rohadják keresztbe ketté. Na majd még össze a koncentrációval, akkor olvasom neked, mit mondok. És te mondod, hogy tudsz szélozni, azért ezt szépen mellé ütötted, majd lőtted. Nem, eltaláltam. Eltaláltad? Igen, eltaláltam. Basszus, gyerünk. Anyád? Ezt kaptad. Ja, de tényleg törik a macsit ott a... Anyád? Most van, meddig nem törik el. És nem tudom, minek hívjam azt erőcsiknek. Igen. Annyi. Meg fogsz halni. Kis geci. Igen. Ó, ezt talál. Ennyi. Ég, hogy nem tudok lőni. Jó, van ma. Csak bicskáddal, ne, mi? Mill weapon elvileg klikkereknek is neki mehetsz, csak bicskával nem. És a macsétát is ugyanúgy tudom itt váltogatni, itt a... Vagy várjál, hol váltok közelharci fegyvert? Jót kérdezek, mi? Nem a nyilacskáiddal? Azt próbáltam. Jó, én le vagyok maradva, bocsi. Puska töltény kellene nekem. Mondjuk pisztolyból nem használtam eddig, az a jó hír. Itt is van a puska töltény. Csak egy közelharci fegyvered lehet, nem? Aha, akkor nem. Mondjuk én örülök, ha nem kell vele szorozni. Amúgy a szép nyitásnál meg akkor ugyanazt olvastuk, hogy annyi a lényege, hogy felhangosítod a játékot, és akkor így lassan elkezdett tekerni a ja, számokat. Ja, és hallod a kattogó hangot. Ez persze, ezt tudom, csak... Yeah. Ennyi. Így működik egy szép, szóval az, én azt hittem, hogy be lehet robbantani, vagy valami. Yeah. Meg elküldtem a rászkódó videót. De viszont, ha rájössz, hogy ezt miért csinálja az új játékon is, akkor lehet, hogy visszaadom az akuntodat. Akkor nem lehet meg amúgy meg kapaszkodni? Most lehet, hogy... Én vagyok kicsit túl izé. Rászkódos videó. Revelationsben neki van egy problémája, ilyen grafikai, és gyanakszom, hogy mi lehet. Csak... Csak nem tudom. Team Verta. És ki is húzta.
Széltű városközpont, jobb felső eferke, kibaszott fedrakapu, nincs benzin. Na, jó, igazad van. Igen, a OC Revelations, az... és valami probléma van neki grafikusan. A cuccával. Azt mondja, hogy ez elvileg egy grafikai bug, de viszont a... Mit, meddig kell mennem akkor a játékba, hogy abból kimásszak abból a bugból? Nem tudom, nekem nem produkált ilyet, úgyhogy nem tudom, hogy ez mitől függ. Never stayed in one place for more than a few weeks. It sucked. You guys have a place we call home, right? Yeah. When I first got to Jackson, I was so... Nem, mert én azt hittem, hogy ezt csak a parton csinálja a játék, és azért tovább haladtam benne, de amikor ez jóval voltam ott a Masyafnál, hogy még ott is ugyanúgy rángatózott. Nem. Frissítettél videókari drivert? Igen, azért mondom, hogy az olyan problémának ragyanak szom én is. Nem frissítenem kéne? Igen. Körbenézhetek, hogy van-e rajta? Kell-e majd? Majd a végén? Stream végén ránézek akkor? Nem. Nem, 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 nem. Megint összeesik a kép, bocsi. Nem is azt nézem, hogy amikor letöltöttem, addig több épp volt a kép. Nem tudom, mitől függ emberek, szóval az a helyzet, hogy tökre szeretném, hogy jól működjön a stream, de mióta ez a járvány helyzet beütött, azóta a tékom köcsögösködik. Köszi, majd kipróbálom tényleg, mert szeretnék vele játszani. Mert igazából megvan a B-tervem, megveszem PS4-re, és akkor nincs ilyen gond, de jobban szeretném PC-n. Használd a kapukódot. Van rá magyarítás. Gatewest, használd a kapukódot, használd a kapukódot, kapukód, kapukód. Gate 2 West, ugye? Mindjárt. Használd a kapukódot. Ez szerintem nem tudja a bitrátát csökkenteni, mert a konzol küldi fel neki jelet, hogy konzolról streamel. Én ezt értem, de nem stabil a wifi-m, és azóta van ez, mióta beütött ez a szaros járványhelyzet. Úgysem, az a helyzet, hogy instabil eleve, szóval sorry, hogyha egy kicsit így szemcsés lesz a kép, de már annyi mindent próbáltam ezzel csinálni, de nem. De nem találom a kapukód levelet. Tudom, hogy gáz, de nem találom. Nem biztos, hogy találkoztál vele. De hogy nem, megvan egy papír. Ellenőrző pont kapukód. Modemről vagy routerről játszol? Modem. Wi-Fi vagy UTP? Wi-Fi, azt tudom. Wi-Fi és modemről, szóval nincs egy ilyen külön melosztó. Kelet 5, 3, 4, 5. Jó. Na. Közben itt viszem be, úgyhogy sorry. Nem, amúgy már a Telekom ígérgeti egy ideje, hogy kijön. És hát dühös vagyok rájuk. Mert mit írt? Azt nem fogja csinálni. Már én szerintem nem csak én próbáltam erre rábeszélni. Mondjam? Vagy figyeled a csetet amúgy? Igen, de az a helyzet, hogy azzal meg az a gondom, azt értsétek meg, hogy nem ér odáig nekem a kábel. Csak úgy tudnék streamelni,
hogyha a nagy tévére dugom rá, csak hát az a helyzet, hogy a nagy, ugye, familiában lakok, szóval, ja, azért nem lennénk ilyen csendesek. Mit rontottam el? 5, 3, 4, 5. Ja, veszt kell, hülye vagyok. Azt mondom, hogy 0451. jókodott nézel. 0451 kell. Bocsánat. Azt se tudom, hogy merre van. Mennyit mondtam? 0451? 0451. Oké. És ilyenkor jó, hogy késik a streamed. Igen. Hát jó a memóriám, emlékszek rá, de azért rákérdeztem. Úgyhogy nem ér el odáig, sajnos. Amúgy úgy csinálnám, higgyétek el, de nem érek el odáig. Úgy Tadá! képzeld el, hogy az egyik szobából a másikba van bevezetve, viszont a linóleumba van beépítve. Tehát ahhoz a linóleumot kéne felszakítanom, ami nem lenne annyira szerencsés. Értitek? Szóval megint esti mesét tartok. Szóval, Flo, Olga osztály elsőként végzett egy kiváló természettudományi egyetemen, ahonnan az orosz kormányt toborozta be sötét energia kutatási programjukba. Hú! Attól tartva, hogy kifejlesztett technológiát háborús célokra fogják használni, megpróbálta szabotálni a kísérleteket, melynek köszönhetően tudata összeolvadt a vízpára felhővel. Egy vízpára felhővel összeolvadt valakinek a tudata. Jézusom! Ettől kezdve képessé vált bármilyen víztömegbe belevetíteni a tudatát, és a tárgyakat formálni bármennyi vízből, amíg van elég páratartalma a levegőnek, bocsánat. És semleges hős, volt ugye semleges gonosztevő, most megkaptuk a semleges hőst. Oké, akkor itt nézzük, hogy van itt valami új jegyzet, a Seattle térkép. Gondolom bejelöltük, hogy ki van x-elve az a... Aha, jó van. Hány méteres? Hát... Nagyon jót kérdezel. Tudom, hogy kedves vagy, Gábor, és segíteni akarsz, de szerintem nem tudsz 30 méteres UTP kábelt adni. Körülbelül annyi van. Nem tudom, hogy van-e... Most ez lehet, hogy nagyon hülye kérdés lesz, de nincs olyan UTP kábeleknél, hogy anya-anya csatlakozó, és akkor úgy összekötni, mert az úgy jó lenne. Lehet, hogy nincs, csak én utálom, hogy ennyire gyenge lesz a netem, ahogy elkezdek mozogni. Annyira fel tud engem kúrni 1-10-es skálán, már bocsánat. Figyeled a kommenteket? Én most lekapcsoltam a netet, hát ha így, mint nál a telefonnál, hát ha az segít. Azt mondta, hogy nem. Sorry, nem tudok mit csinálni. Azért mondom, hogy Nimusznál az egyik kolléga átvett 1800 méteres UTP kábelt. Tényleg? Aha. Ezt írta? Ezt. Az nem semmi. Az nem tűnt fel. Mi? Cardmaster azt mondja, hogy sajnos a Sony amúgy is lassítja még jobban a netet. Igen, szóval az a helyzet, hogy PC-n amúgy szépen tudok így streamelni a lehetőségekhez képest. Újabb nap a paradicsomban. Közben Nimus mondta, hogy 3x600 méteresek. Mi 3x600 méteresek? Az UTP kábel. Hát igen, hát azért akkora nem kell.
Miért nem behálózott vele az egész házat? Ja, így keresztük a sófonaton. Közben amúgy meg igazatok volt, hogy talált frissítést a videókártyám. Ezért mondom. Kíváncsi leszek rá, hogy... Ja, akkor megfigyeltem a kommenteket, jó van. Na, figyelj! Belemegyek a mentésedbe, és ha rezeg, a hamar észreveszem, most csak azért tűnt el sokáig, mert hosszú a videó, de most úgy vagyok vele, hogy belemegyek a mentésedbe, aztán abba is látom a lényeget. Ó, bank. Colin, hallottam még egy pletykát, hogy Westlake bankot sosem kutatták át. Hát ez igaz, tele lehet világjárvány előtti cuccokkal. Szerintem próbálkozunk meg vele, ha elég fegyvert találnánk. Tudok egy pasast, aki cserébe kiuttatna minket erről a pokoli helyről. Gyerünk, haver, egyedül nem merek belevágni. Aaron. És a chat egyenletetően azt akarja, hogy menj a bankba. Igen. Rabold ki. Azért mondom, örülök, hogy itt vagytok és nézzük. Úgyhogy... Tudom, hogy nem én vagyok a legjobb játékos, de... Magnus mondja, hogyha gondolod, meg tudja kérdezni, hogy lehet, hogy tud adni egy 35-40 mm-es UTP kábelt. 40 méteres UTP kábelt. Hát, ha gondolod, én leköteleznél vele. Ott lesz, amit múltkor kerestél, adtam egy tippet. Fú, most nem tudom, hogy mire gondolsz. Most én sem. Helyez az eszközt egy hegyét szabad bőrfelületre, az eszköz határozott. Nyomja meg az eszközt határozott, amíg kattan tartsa, egy helyben 3 másodpercig. Olvassa le az információkat a kijelzőről. Ez mi akar lenni? Mi ez, hőmérő? Ez nem az első részben ezzel csipogtatták be a fertőzést? Nem tudom. Némusz azt kérdezi, hogy milyen legyen a vége. Csak már nem értek hozzá. Hát... Nem, hát gyakorlatilag nem tudom, hogy PS-be belemegy, szóval... Tudom, hogy többféle Várj, van. UTP kábelt lehet PS-be nyomni? Vagy? Lehet, szerintem, nem tudom. Fú, most ez nagyon gáz, be fogok égni, de nem tudhatok mindent, na. Igen, lehet, én is így tudom. Mit fejlesszek? Mondjátok, revolvert fejlesszek, vagy félautomata pisztolyt? Őt nem akarom. Mit fejlesszek, népek? Ti döntötök most. Kezetekbe adtam a döntésjogát. Mondjuk ez jogos. Mondjuk én azt mondanám, hogy azt, amelyiket már fejleszted, de Carbass azt mondja, hogy azt, amelyiket többet használod. Én a félautomata pisztolynak vagyok a fanya. Szóval Némusz mondja, hogy Hirzénél van egy kollégája, és akkor az csak ért hozzá. Na majd megbeszéljük, de mondom, hogyha van ilyen anya-anya csatlakozó is, ha létezik. Én a félautomatát toltam fel előbb. Én is úgy gondolom, hogy az egy stabil, a revolver annyira nem. Mondjuk nem lőttem vele, de más játékokból indulok ki a revolver tekintetében. Stabilitás. Kapacitást ugye növeltem neki. Elvileg mindkettőt ki tudom lokkolni. Mi a francot kezdte el a végét reszelni? Jó van. Tisztítja.
Én felhúzom a félautomatát. Azon nem múlik. Bűszerész vagyok. Tényleg új a markolata. Vak vagyok, látod? Újra töltöm a fegyvert így is. Hú, megijedtem. Már majdnem rácéloztam Dinára, hát ott megy sétál. Hú. Be tud paráztatni ez a játék. Várjatok, medikitet kéne gyártanom, csak úgy jó, hogy eszembe jut. Megírják, hogy most tett a csőre egy kompenzátort. Igen, azt láttam. De mivel hogy stabilizátort az nyomtam fel, így kell, hogy kompenzátor is legyen. De én nem értek annyira a fegyverekhez. De airsoft puskám van. Úgy képzeljétek el, hogy YouTube-oztam, és van egy nézőm, akivel mai napig nagyon jó viszonyban vagyunk. Jó baráti viszony. És konkrétan adott nekem egy airsoft puskát. Ami ilyen 30-40 körüli, és egy ilyen MP40-es hibrid airsoft puska. És hát első dolgom mi volt? Ugye... Hozzá nem megyek betörni. Erdőbe kimentem, és így... Oké, akkor most jön el az a rész, hogy akkor lőjünk vele. Hát, gyerekek, azt az örömöt az arcomon. Azért mondom, és mai napig megvan. Amúgy írják, hogy monotobot is tudsz gyártani. Ez van akkor, mikor a nézőim jobban képben vannak a játékkal, mint én. Vagy csak Carmaster nagyon szeret vele játszani. Igen, de örülök, hogy segít, mert én... én nem... Én annyira bírom, hogy az égő molotovot belerakja a táskájába. Annyira tudok rajta röhögni. Ezt nem tudom megmondani. Tudod, hogy mit láttam egy streambe? Mit? Megnyújtotta a dinamitot, hogy el akarta dobni streamen, közben ugye a zombi meg lejjebb ugrott, és akkor, hogy hát akkor téged már lelőlek, és akkor az égő dinamitot dobtam be a zsákjába, csak nézd, hogy az most nem robban fel. Ja, hát igen. Így azt láttam, hogy mikor robban be a zsákja. Azt a templom. Ehhez biztos, hogy kell valami cső. Vagy... Vagy valami kábelt átdobni. Na, vedd már elő a térképet, hát itt nyomom, érted, hogy... Hát de most beszélgettek. De szarom. Beszélgetnek eleget. Játékon kívül. Tudjátok, van az a teória, hogy a karakterek, ha nem játszol velük, így elfordulnak és beszélgetnek egymással, meg minden szírszar, és csináltak erre egy Tomb Raider reklámot, egy ital reklámot, gyerekek, nagyon kemény volt. Közben kármester... Ja, olvasod? Igen. Figyelj, én még 20 percet leszek, úgyhogy utána befejezem. Úgyhogy... Jó pihit. Igen, meg jó munkát, ha és van köszönöm, nálad hogy olyan. Itt voltál. Igen, meg igen, igen. Sok hasznos tanácsot. Tényleg köszi. Nagyra értékelem. Vagy nem tudom, valamivel meghálálom. Valamit kitalálok. Nem tudom. Figyelj, én csak megyek tovább így a játékba, hogy... Üzemanyag elosztó, szóval jó helyre járunk. Sok az először szó. Ja, hát... Benne van a pakliban.
Most meg körbenézek, mert annyira fosok, hogy valami nekem ront. Na, telepítés befejeződött közben állam. Azért mondom, figyelj, holnapi streamerünk, ugye így beszéltük meg. Úgyhogy holnap is mindenképpen gyere. Meg holnap már nem fogok így közben arcét nézegetni. Jó van. Nem csak hát tudod, minél inkább minimalizálni akarom a netet, megpróbálom megoldani holnap. Hogy hát, ha még egy módon az UTP kábelt be tudom kötni. De nyilván ez 720p-be tudok csak live-olni, mert ez egy slim gép, szóval ne várjatok tőle csodát. De mondjuk az én De a céljaimnak slim gép megfelel. egyet jelent, kisebb nettel is tud szépet mutatni. De szép, szóval nem rossz Szép a szerintem. HD-t, amit kisugároz, úgyhogy szerintem nincs rá panasz. Szerintem se sincs, úgyhogy... Én mindenképpen Ja, indítsam újra a gépet. Köszi, akkor nem nézem meg. Azért mondom, hogy... Akkor majd stream után. Mindenképpen. Majd szerzek be egy prót, de igazából nem hiányzik az életemből annyira. Miller, hát mivel hogy zenélek meg minden szírszar, így gondoljátok, hogy mennyire hiányzik nekem, hogy egy prógépem legyen. Majd beszerzek. Mikor bejön az új generáció, akkor úgyis lent lesz az ára szerintem várhatóan. Amúgy olvasom közben Miller közlemény, friss információnk vannak egy aktív FRK rejtekhelyről, a Spring és 5. sarkán, jó. Fogjon minden elérhető katonát a szektorban, menjen azonnal a rejtek helyre, végezzenek mindenen, gyanúsította biztosítsák a helyszínt és várják az érkezésemet, ordőrmester. Tényleg igazad Na, van. elbírni a Bloodborne a Slimet. Persze, igazad van. Vagy... Jó, oké, hogy elbírja, csak hogy azért az egy Souls játék. Ó, hát ő szereti, hát mi úgy kezdtünk Jó, el de beszélgetni, azért hogy arról aprón azért... ajnározott. Szerintem aprót tervezték a Souls játékokra, nem a Slimet. Amúgy igen, veszek mindenképpen egy Avermédiát, szóval nem hiszem, hogy... Mert nincs 4K tévén, az a bajom, hogy... Még nem is akarok 4K tévét. Nem, tényleg nem hiányzik. Úgyhogy valószínűleg én is veszek egy capture cardot. Most mit csinált most Dina? Amúgy szerintem én itt lezárom a... Köszi, hogy ellinkelted. Amúgy én itt szerintem lezárom a live-ot. Úgyhogy skacok, holnap is így ilyen 21 órakor kezdünk. Hamarabb igyekszek jönni, most elnézés, hogy késtem, de éhes voltam. De szóval senki nem állíthat meg abban, hogy ne egyek. Szóval ennyi. Közben elmentem ezt a játékot. Automatikus mentés, akkor erre mentek. Igen, felülírom. Úgyhogy egyezünk meg abban, hogy inkább én szeretek így csapatba vonulni, meg nem szívesen hagynám ki Gábort az élvezetekből. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. És igyekszek legközelebb attraktívabb lenni. Nézzétek el nekem egy kicsit sok, hogy így nem tudtam így hozamosabb ideig kipihenni magam, de ez is benne van a pakliban, hogyha az ember sűrűn dolgozik, meg sok mindent tesz. Azért mondom, megtisztelsz amúgy, hogy jöttél, tényleg, meg hogy mindenki itt volt, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm. Úgyhogy legyetek jók, és kiugrott a perkéről, vagy mi a... Oké? Okay? Dáj, ki, oké. Okay. Én is meg tudom csinálni? Ja. És túléltem. Te mondtad, hogy vége a streamnek, lelépett. Mit vártál ezek után? Úgy kiugrott basszus, mint pislogtam. Na, de így ilyen gyönyörű szép lovasképpel nézitek, beállítom, és akkor... És mindjárt pókember feltűnik a háttérbe. Na, legyetek jók. Sziasztok!